Az iskolaőrség nem megoldás, ezt mondta a pedagógusok demokratikus szakszervezetének pécsi ügyvivője stábunknak. Nagy Erzsébet még tavaly Dezső bácsi ügyében nyilatkozta ezt, szerinte ugyanis a segítő szervezet hatásköre nem terjed ki ilyen esetekre. Az iskolaőr a rendőrségi törvény alapján csak a pedagógusokat tudja védeni, és a nevelést oktatás közvetlenül segítő munkakörben dolgozókat, az iskolai, tehát az itteni tanítványainkkal szemben. Tehát ők külső személlyel szemben nem léphetnek fel, és hogyha külső személyeknek van egymással konfliktusuk, akkor sem. Jancsula Dezső esetében külső személyek okoztak problémát, hiszen, mint ismert, a Nefkó udvarán dohányoztak. A törvény szerint azonban a tanár az iskola falain kívül már nem intézkedhet, legyen szó bármilyen konfliktusról. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében hozták létre 2020 őszén az iskolaőrséget. A jogszabályban részletesen is leírják, hogy egészen pontosan mire terjed ki a hatásköre. Itt olvasható, hogy jogában áll elkövető személlyel szemben testi kényszer alkalmazása, a biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység abbahagyása érdekében. Sőt, vegyi eszközt, rendőrbotot és még bilincset is használhat. Most egy évvel később újra megkérdeztük a PDS pécsi ügyvivőjét, mit gondol az iskolaőrségről. Nagy Erzsébet azonban továbbra is úgy gondolja, hogy ez nem megoldás. Azok az esetek, amelyek egyébként ehhez a problémához vezettek, amiben Dezső bácsi is belefutott, azok nem az iskolaőr hatáskörébe tartoznak, hanem hogy kinek a hatáskörébe, ugye? A rendőrség hatáskörébe tartozna, tehát fokozottabb rendőri jelenlétre volna szükség, illetve úgy gondoljuk, hogy egy ekkora intézményben sokkal több biztonsági őrt is kellene foglalkoztatni az intézmény körül. Nem hivatalos, de megerősített információink szerint az iskola vezetése éppen az ügyvivő álláspontja miatt nem igényelt iskolaőrséget. De mint megtudtuk, hamarosan több biztonsági kamerát fognak felszerelni az ANK épületében. Az egyébként pedagógusként is dolgozó Nagy Erzsébet szerint ez fog segítséget jelenteni az iskolában.